megpróbálom lassan ezt a kis szünetet kihasználni, hogy a közvetítésünk számára egy picit megnyerjen Farkas Bertalan ezredest űrhajóst, akit leteszi poharát, mert persze, te régi szerelmese vagy a repülésnek, másképp az életben nem kerülhettél volna odafel. Milyen érzés most elnézni a kollégákat innen a földről? Hát én azt hiszem, hogy fogalmaztam ezelőtt sok-sok évvel. Változatlanul csodálatos dolog a repülőben. Bentülve. De most a földön ülsz. Igen, de valahol én úgy érzem, mintha ott lennék. És majdnem mellettük lennék. Nagyon elrepült ez a 10 év mindkettőnk életében, hiszen azt hiszem együtt ott voltunk a csillagvárosi első napoktól. Nincs még remény arra, hogy repülsz? Akármivel, mondjuk akármivel is. Hát akármivel biztos vagy benne. Én nekem, mivel annyira megfertőzött az űrkutatás, az űrhajó, talán én azt is el tudom képzelni, hogy még egyszer valamilyen formában. Kinézed az ország ebből a gazdasági helyzetéből, hogy erre sor kerülhet? Nem biztos, hogy mindig a gazdasági szituáció határoz meg egy ilyen dolgot. Akik képben vannak és tudják, nagyon jól ismerik, és azonosulnak azzal a gondolattal, hogy űrkutatást ma elkezdeni borzasztó költséges, nehéz dolog. Nem mintha folytatni nem lenne ugyanolyan nehéz. És ha ez így van, akkor abban is biztos vagyok, hogy amit elkezdtünk, mert az űrkutatás tovább folytatódik, és Magyarország is benne van ebben a programban. Ebben a gazdasági helyzetben is születik majd egy döntés, ha éppen úgy tetszik, ez politikai döntés lesz, és ennek eredményeként fognak magyar űrhajósok a világűrbe repülni. Látom a Space Shuttle aranyjelvényt a gombjukatba. Milyen kapcsolatban vagy az amerikai űrhajózással? Nagyon-nagyon jó emberi, baráti, szakmai kapcsolatban vagyunk. Én azt hiszem, hogy nem csak az amerikai kollégákkal, nyugatnémetekkel, franciákkal, és általában azokkal, akiket megcsapott az űrkutatás szele. Ez olyan, mint egy család tulajdonképpen? Én azt hiszem, igen. Igen. De és mostanában divatos a sajtóba téged piszkálni, hogy te valami szocialista találmány, meg szimbólum, vagy őket például ez nem zavarja? Nem. Hát nézd! Aki ebben a dologban benne van, otthonosan érzi magát, mindenki tudja, hogy a politika mentességet itt nem is lehet és nem is kell talán biztosítani, de mindannyian tudjuk, hogy nem azért repültünk a világűrben, mert mi nagyon-nagyon törekedtünk arra, hogy minket hőssé kiáltsanak ki. Mi nem azért repültünk a világűrbe, hogy utána ebből nekünk előnyeink származzanak. Mi egy műfajra, egy dologra rátettük az életünket, szakmát választottunk, ez a repülés, és a repülésből a űrkutatás egy lépéssel odébb van. És ez a szakma ezek szerint olyan áldozatokkal is járt, hogy te 10 évig csak szagoltad a repülőgépeket kívülről, és most úgy láttam, együtt voltunk orvosi, nem titok, hogy ragyogó fizikai állapotban vagy, és remélem, hogy valamilyen kisgépben azért csak megláthatunk mostanában. Én azzal nem árultam el soha titkot, hisz mindig mondtam, hogy szeretném úgy megőrizni magamat, hogy esetleg konzerválni, ha lehetne így mondani, hogy még egyszer valamikor a világűrbe kerülhessek, de ha nem, akkor is. Az ember fizikai állóképessége mindent eldönt, munkakedvet, lendületet ad, hogyha nincs semmi probléma. És én azért, mert így döntöttem, én azt hiszem, hogy... Mit tanácsolsz a mai fiataloknak? Hát ez nem egy könnyű kérdés. Nem egy könnyű kérdés, borzasztó nehéz tanácsot is adni. Nem divat ma az állóképesség, nem divat ma a kemény sportolás. Enélkül semmi nincs. Semmi nincs. Ha csak a repülésnél maradunk egy ilyen komoly műfajnál, mert ezt nem lehet a komolytalan sportok, szórakozások műfajához sorolni, ahol akaraterő, fegyelem, kitartás, olyan emberi tulajdonságok kellenek, hogy megjelenjenek, akkor ezeket nem lehet lesöpörni a pályáról. Ilyen területet meg kell őrizni. Ebből a itteni hát forgatagból kikerülnek emberek, akik aztán a végén nem kerülnek el a világűrig, nem kerülnek el a szuperszonikus gépig, de visznek magukkal valamit a tarsójukban, és ez a legcsodálatosabb, és ez a legnagyszerűbb. Ez a szakma egy olyan embert igényel, legyen az a repüléssel bármilyen kapcsolatban lévő irányító, műszaki ember, ahol a felelősségérzet, ahol az egymásra utaltság kölcsönös, hisz enélkül
enélkül ma nem lehet. Ez túl bonyolult ahhoz, és ha ezt a srácok nyilván föl tudnák fogni, a fiatalok, akkor valahol ezeket a képességeket megpróbálnák önmagukban kialakítani. Nem jön ez magától, borzasztó nehéz dolog. De hát ha az égre nézünk, akkor megéri, hiszen most annyi szépet láttunk csak eddig is, és azt hiszem még a műsornak az első felében vagyunk. Tehát itt nagyon sok olyan pilóta van ma, aki el se jut a vadászrepülésig, ahogy te mondtad, valóban, de mégis rengeteg örömet tud okozni embertársainak. Most ennek a hát csak 10-20... nézzél körül itt a repülőtéren. Nem hiszem, hogy ez egy lárpurlár lenne. Nem lehet az, hiszen... Gyerekek, itt van, tessék! Szerinted fontos, hogy repülőnapok legyenek, hiszen nagyon sok ellensége van még itt körünkben, Budaörsön is. Mindennek vannak ellensége, és vannak hallatlan nagy drukkerei és szeretői. Én azt hiszem, hogy a repülést nem propagálni, a repülést nem azzá tenni, ami szép, csodálatos, nagyszerű dolog. Azt ma nem lehet. Nem lehet ma már a repülésről legyintve azt mondani, igen, ilyen nem kell. Ha benne akarunk maradni mindabba a nagy forgatagba, ami ha éppen úgy tetszik, a helyzetünket is meghatározza, hisz közeled Európában pontosan, vagyunk. Tehát mozogni kell, mozogni közlekedni kell, kapcsolatot kell teremteni, gyorsan még hozzá az időség. Pontosan, az információ átadás. Hadd ne mondjam. Te is azt mondtad, hogy a komputer, repülés, videó, ezek nem fognak visszafelé fejlődni. Ezek csak előre mennek. És ha ebből mi lemaradunk, utána behozni borzasztóan nehéz lesz. Persze, hogy zajjal jár. Hát a repülés zajjal jár, és egy bevett gyakorlat ma az, hogy városok benövik az egykor város szélén levő reptereket, körülépítkezik. Hát erről megvan, bocsáss meg, megvan nekem a magam véleménye. Valahol nem voltak városok még a repülőterek környékén sem. Se Vecsésen, se Debrecenben. Az, hogy éppen miért úgy építettek ki egy város képet, miért a területrendezés, a településfejlesztés olyan volt, mint amilyen, erről nem tehet Ferihegy, erről nem tehet Debrecen, erről nem tehet Pápa, és erről nem tehet nagyon sok repülőtér. Tudták, hogy ott repülőtér működik ezelőtt 15-20-30-40 évvel. Csak tudták, hát én ismerek olyanokat, akik fele áron kapták a telket azért, mert ott zaj van. Mondták, hogy jól tudják, zaj van. Aztán, mikor fölépült a ház, akkor nem győztek telefonhoz kapkodni, hogy zaj van. Igen, de én azt hiszem, ezeknek az embereknek akkor talán egy kicsit el kellene gondolkodniuk azon. Na, egy pillanat, hát itt egy hatalmas gép érkezik, a relatív hatalmas, a Malév és az LRI tulajdonát képezi, JAK 40, kb. 20 személyes, 3 sugárhajtóműves utasszállító gépe. Nagyon nagy látványosság mindig, mikor a nagy gépek megjönnek. Ezzel megkérdezem a Gabit, hogy próbálja meg a Pálóci Ferit idehozni a Maléftől. Ott áll Barna, ő kommentálja, hiszen ő a fő, típus főpilotája az 54-eseknek, mert azért egy füves reptér fölött ilyen alacsonyan kisebességgel libikókázni, az ugye ez nem egy könnyű dolog, Berci. Hát én azt hiszem nem. Nem. Mert itt nagyon... aztán nincs olyan, hogy oda érintjük, vagy valahova. Na hát itt, amikor megtestesítődik, ez az a szituáció, amikor valóban egybeforr a repülőgép, a technikai lehetőség és a pilóta tudása, szakmai tudás. Ez az, ami elvehetetlen egy pilótától, és ez egy csodálatos dolog. Na ilyenkor érzem én mindig ott valahol az ülés mögött, vagy mellett, alatt, pilóta alatt, fölött magamat, hogy milyen klassz dolog lenne, mégiscsak ott fönnmaradni a levegőben. Egyébként, ha belegondolsz, akkor az emberben egy ősi ösztön a repülés iránti vágy. Hát ez igen, ezt, mint tudjuk, az Icarus az nem autóbusz volt, hanem egy olyan ember, aki a maga akkori technikai szintjén megpróbálta ezt a kihívást meglovagolni, hát neki nem jött össze. Összejött viszont most ma délelőtt nagyon sok pilótának, akik ebben a periódusban a nagy gépekkel jönnek.